Ismételten itt a fehérvári beszélgetések, köszöntök mindenkit. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jól esik, és nagyon szeretek olyan emberekkel, emberrel beszélgetni, aki valami nagyon nagyot ért el az életében, nagyon nagyot ért el a szakmájában. Hát a mai napi vendégemről ez mindenképpen elmondható, dr. Madácsi László, egyetemi tanárt, illetve főorvost köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Szia, köszöntelek. Szia, én is köszöntöm a nézőket. Nagyon-nagyon jót beszélgettünk szakmáról, életedről, adáson kívül, amit majd adásban is természetesen megteszünk. Apropója, hogy az egyik apropója, miért itt vagy a fehérvári beszélgetésekben, az az, hogy nem olyan régen megkaptad a megyei Prima díjat, amihez gratulálunk. Megkérdeztem mindenkitől, és ez fontos kérdésnek tartom, mert mindenkiben másként játszódik le. Amikor megkaptad ezt a díjat, akkor mi játszódott le benned? Hát maga a jelölés is meglepett. Tehát amikor a jelölésről tudomást szereztem, már akkor is meghatódtam, illetve kérdeztem, hogy biztos rám gondoltatok-e, és mondták, hogy igen, biztos, persze. És aztán az meg, hogy a gálán, meg a döntőben ugye a díjazottak közé kerültem, ez tényleg egy nagyon, nagyon nagy örömmel, boldogsággal, kicsit megnyugvással töltött el. Azt jelzi nyilván, hogy a társadalom, a helyi közösség és az emberek elfogadják azt, amit én alkottam, valahol hálásuk és megbecsülik azt a munkásságot, amit a társadalomért tulajdonképpen minden orvos tesz, és jó magam próbáltam tenni elmúlt években. Fontos dolog, megnéztem az önéletrajzodat, hát számos képzés, elképesztő eredmények, díjak, tényleg nagyon-nagyon sok szinte felsorolhatatlan mennyiségű szerepel ott. És azért különleges ez a díj, hogy ez nem egy szakmai díj, tehát ez külső, úgymond civil díj, és ők is látják azt az elképesztő alázatot, illetve tényleg eredményt, amiket te eddig elértél az életed folyamán, és ugye megkoronázták ezt ezzel a díjjal, mondhatjuk így. Úgyhogy ez külön pluszba szerintem, talán két díjjal is akkor felír, hogyha mondhatjuk ezt. Hát nem mentünk el a szakma mellett, a gasztroenterológia mellett. Ez egy olyan terület, ami mostanában nagyon-nagyon előtérbe került médiában, és egyébként a táplálkozás kapcsán, allergiák, intoleranciák kapcsán, illetve hát a különböző szűrések kapcsán is. Ugye gasztroenterológia, nagyon sokszor használjuk ezt a szép magyar szót, először írjuk körbe, hogy gasztroenterológia, az mivel foglalkozik konkrétan? Hát, tulajdonképpen a gasztroenterológia a belgyógyászat része, tehát a hagyományos gasztroenterológiai képzés az a belgyógyászatra épül. Belgyógyászatban tartozik egyébként a gasztroenterológián kívül a kardiológia, a reumatológia, az infektológia, fertőző betegségek, stb. És a gasztroenterológia egy elég jelentős ág, terület. Ma már egyébként önálló szakvizsgát is lehet tenni gasztroenterológiából, de mi még, az én korosztályom, először belgyógyászok, és utána a gasztroenterológusok lettünk. A gasztroenterológia, hát úgy szoktam egyszerűen magyarázni, hogy mindennel foglalkozik, ami a hasba van, plusz a nyelőcsővel, tehát ugye a tápcsatorna teljes szakaszával, de emellett a máj, hasnyálmirigy, epebetegségek, döntően ezek tartoznak ide, és egy kicsit kitekint az infektológiára, kicsit van áthallás a sebészettel, tehát van egy-két olyan határterület onkológiával, ahol tulajdonképpen a gasztroenterológus tud tanácsot mondani, illetve tud diagnosztizálni, mondjuk egy daganatos betegséget, de utána már a kezelésben szüksége van a kezelés megtervezéséhez, kivitelezéséhez, szükség van sebészre, vagy onkológusra a folyamat végén. Szép nagy terület egyébként, tehát elképesztő nagy terület. Igen. Hát amikor az ember gondolkozik medikusként, hogy inkább nőgyógyász legyen, mondjuk férfiként, ami igen, egy elég szűk terület, igen. Vagy inkább belgyógyász, én azért választottam, gondolkoztam az elején, hogy sebész leszek-e, vagy belgyógyász, mert ugye a szüleim között van mind a kettő, és vonzott a sebészet egy kicsit, de végülis azért lettem belgyógyász, mert a belgyógyász az egész emberrel foglalkozik. Nekem nem nagyon tetszett az a sebészeti gyakorlataim során még fiatal medikus koromban, hogy bejött a beteg, volt epeköve, kivették az epekövét, és a többivel nem törődtek. Lehet, hogy nem is az volt a baja, de hát ott volt az epeköve, kivették. Úgyhogy engem sokkal jobban érdekelt az, hogy a beteget egészében nézzük, próbáljuk megtalálni a panaszainak a pontos okát, és ezt próbáljuk kezelni komplex módon.
Érdekelne egy dolog, ugye már gasztroenterológiáról beszélünk, hogy nyilván a táplálkozás nagyon-nagyon fontos, és azzal is kell azért foglalkoznod, törődöd. Van egy olyan mondás, ami nem tudom, hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem igaz, még nem kérdeztem, csak eszembe jutott, és nem is terveztem ezt a kérdést, hogy van egy olyan mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Ez igaz egyébként, vagy ez egy ilyen... Egy kicsit igaz, egyébként nagyon furcsa, hogy sem az általános orvosképzés, legalábbis az én időmben, képzési időmben, ami hát azért már nem volt annyira messze, de egy kicsit nagyon messze volt. Az orvosképzésben sem tanultunk dietetika tantárgyat, és még a gasztroenterológus képzésben sem volt ez különösebben hangsúlyozva. Tehát amikor jön a beteg, hogy akkor erre és erre mondjak diétás tanácsot, akkor én is úgy gondba vagyok, vagy hát előveszem az internetet, persze, és onnan próbálok tanácsot mondani erre. Egyébként van dietetikus, tehát ez egy ilyen szaknővéri képzésnek egy része tulajdonképpen a dietetikai nővér, aki tanácsot ad, és vannak olyan részterületek, például a diabetológia, a cukorbetegség, ahol egyébként ez nagyon nagy hangsúlyt kap, és gasztroenterológián belül is kellene, de nem nagyon kap hangsúlyt ezzel együtt. Ez viszont én azt gondolom, hogy egy kicsit igaz az, hogy a modern táplálkozás, a rohanó életmód, a gyors éttermek, az étel minősége, az étel előállításának módja, az befolyásolja azért hosszút, nem rövid távon, néha rövid távon is, mert valami romlottat teszünk, akkor rögtön rohanunk gasztroenterológushoz, vagy infektológushoz, de hosszú távon is befolyásolja szerintem az emésztőrendszerünk egészségi állapotát, de áttételesen például az érrendszeri betegségekbe is beleszól az, hogy hogyan táplálkozunk, és hogyan mozgunk, vagy milyen életmódot folytatunk. Ez érdekes dolog. Maradjunk még mindig persze a szakmánál. Mik azok a leggyakoribb gasztroenterológiai, nevezzük így, tünetek, betegségek, amiket általában diagnosztizál mostanában a szakma? Gondolom a daganat azért az megszaporodott elképesztő módon. Igen, sajnos a daganatos betegségek egyre gyakoribbak, és egyre fiatalabb betegeket érintenek. Ezek közül is Magyarországon vezet a vastagbéldaganat. Sajnálatos módon a európai viszonylatban is első-második helyen vagyunk a vastagbéldaganat előfordulásában. És bár fiatalabb betegeknél is diagnosztizálunk daganatos betegséget, de elsősorban a vastagbéldaganat 45-50 év fölött növekszik ennek az előfordulása, és a legszörnyűbb az, hogy nincsenek tünetek. Tehát ugye mindenki úgy gondolja, hogy ha ne adj Isten, valamelyikünkben daganatos betegség kezd kifejlődni, annak majd biztosan vannak tünetei, és hát nagyon sokszor nincsenek tünetek, ezért is nagyon fontos a szűrővizsgálat. Elképesztő egyébként. Azt mondják, hogy igen, amikor már tünete van, akkor általában, nem az, hogy később, akkor egy előre haladottabb állapot. Igen, hát az amerikai média és az amerikai rákszövetség azzal a szlogennel reklámozza a szűrés fontosságát, hogy ön 50 éves, kitűnő közérzetnek őt, örvend, fantasztikus étvágya van, tehát a vastagbéldaganat összes tünetével rendelkezik, és ezzel azt akarja leírni, hogy pusztán az életkor az, ami egy rizikócsoportba helyezi a beteget. Egyébként vannak alarmtünetek, tehát vannak olyan tünetek, aminél szinte már egy beszélgetés, egy konzultáció alapján a gasztroenterológus szakorvosnak egyből nyilvánvaló, hogy például a szembe ülő betegnek vastagbéldaganata fogja megtalálni, ilyen például a véres széklet, ilyen a fogyás, az étvágytalanság, ilyen az erős hasi fájdalom, de ugye ezek a tünetek, főleg a véres széklet, az nagyon gyakran a beteget nem rémíti meg, nem érzi, hogy az alarmtünet. A típusos vastagbéldaganatos tünet, vagy beteg fél egy éve nézi vissza a WC-be, hogy neki minden széklete véres, ám de nem megy orvoshoz. Ugye a magyar ember egyébként nehezen fordul orvoshoz, de legalább azt el tudnánk érni, hogy például ilyenfajta alarmírozó tüneteknél. Tehát, hogy rendszeresen minden második székelésnél vért lát a WC-ben, akkor forduljon orvoshoz, ez már nagy dolog volna, mert mondom, a típusos végbéldaganatos beteg nem fordul fél évig orvoshoz, és ez a fél év nagyon fontos periódus, hiszen lehet, hogy fél évvel korábban még nem lennének áttétek, még műthető lenne, még nem kellene a belet kihelyezni, tehát egy nagyon sok olyan dologtól megkímélné magát a beteg, ha gyorsan fordulna orvoshoz. Egy baj van a vastagbéldaganat, hogy típusosan nem szokott fájni, legalábbis korai stádiumban, tehát nincs fájdalom a betegnek, csak ez a tünet. De tünetek már megvannak nyilván. Gondolom, hogy aki egy kicsikét is, nem jó kifejezés,
ad magára, komolyan veszi magát, hogyha véres székletet észel, akkor nyilván megtudjuk, hogy aranyér, stb. Hogy az vérezhet esetlegesen. De mindig az aranyére fogjuk, fáj. De én igen. Azt szoktam mondani, akárhány éves a beteg, akármennyire is típusos aranyéres tünetei vannak, hogy a vér jön a WC-be, az baj, azt meg kell vizsgálni, hiszen egy betegnek lehet aranyére is, meg vastagbélpolipja is, tehát az aranyér puszta jelenléte nem zárja ki a másik diagnózist, és főleg 40-50 év fölött ezzel mindenképpen endoszkópos vizsgálatot kell végezni. A másik kérdés, ami nagyon bugyutának tűnik, meg azt mondják többen, hogy megválaszolhatatlan, és lehet, hogy az, hogy miért van ennyi daganatos, vastagbél daganatos? Például sokan azt mondják a kaja miatt. Tehát, hogy olyanokat eszünk, hogy rettenetes, valaki azt mondja, hogy attól, hogy rettenetesen eszünk, még nem kéne ilyennek kialakulni, akkor mi az igazság? Vannak rizikótényezők, például a család, tehát van genetikai tényező is nyilván. Ez elég jól, hogyha az ember saját családját körbe kérdezi, ez elég jól explorálható. Tehát, hogyha a családban egyenesági rokonságnál beleértve a nagyszülőket is fordult elő vastagbél daganat vagy polip, az mindenképpen egy emelkedett rizikót, kétszeres, háromszoros emelkedő rizikót tesz az adott betegre. Hogyha ez a vastagbél polip vagy daganat, ne adj Isten, 50 év alatt fordult elő a valamelyik családtagnál, az meg egy még nagyobb rizikót tesz az utódra, és ekkor az általános szűrést az 50 év körül tartjuk indokoltnak, ekkor 10 évvel hamarabb, tehát már 40 éves kor környékén javasoljuk, hogy az egészséges ember, akinek ilyen van a családján, forduljon az orvoshoz. Egyébként nyilván az étrend a befolyásolja abszolút, meglepő módon a kövérség, tehát a túlsúly, a dohányzás, az alkohol talán nem annyira, de nyilván sokat ne ígyunk. És érdekes módon például a D-vitamin bevitel, a kálcium bevitel, az életmód, stressz, tehát ezek mind egyfajta enyhe rizikofaktorok, mozgásszegény életmód, nagyon jól látható, nem csak a vastagbéldaganatnál, hanem a legtöbb emésztőszervi daganatnál, hogy naponta, két naponta, fél egy óra aktív mozgás jelentősen csökkenti a daganatos rizikót. Tehát sokszor azt gondolom, az életmódunk is benne van. Hát, hogy az étrendünk mennyire van benne, ezt nehéz megmondani, de azért vannak olyan étrendi szokásai a magyaroknak, ami nem feltétlenül egészséges, és nem feltétlenül segíti azt, hogy kevésbé legyen. Ezek a zsíros pörkölt jellegű ételek, főleg ez valami mumus egyébként? Na, aztán van még rengeteg dolog egyébként, tudnánk beszélgetni tényleg két órát, ahogy ezt adás előtt beszélgettük, de ugye hát a fehérvári beszélgetések van egy szabott műsorideje. Következő, amiről szintén beszéltünk már, és érdemes erről pár mondatot szólni, mostanában divat, nem divat, de trendi dolog is lett, mondjuk ki, gluténérzékenynek, meg laktóz, tehát nem tejfrém, tehát tejcukor érzékenynek lenni. Az is szerintem ilyenben szenved, aki valójában nem, és sokan gluténmentes ételeket keresnek, annak ellenére, hogy nincsen mondjuk glutén allergia vagy intolerancia kimutatva, és ugye orvosilag tényleg rámondva a betegre. Ugye erről mit kell tudni a glutén, illetve a laktóz érzékenység? Más oldalról meg a glutén érzékeny beteg néha évekig nem jön rá, hogy ő glutén érzékeny. Csak fáj a feje mondjuk, kiütéses. De visszatérve az alapgondolathoz, hogy egyrészt én mindig óvatosságra intem a beteget, amikor úgy jön, hogy már mondja a diagnózis. Tehát, de sok van ilyen, nem? Persze, de akkor én visszamegyek az elejére, és azt mondom, hogy jó, oké, de kezdjük el, hogy mik a tünetek, mik a panaszok, hogyan kezdődik. Mert hát az internet azért ilyen szempontból nagyon befolyásoló tényező, és már minden rajta van az interneten. Vannak nagyon helyes információk is, de vannak helytelen információk is, ami aktuálisan teljesen megzavarja a beteget. Visszatérve a gluténérzékenységre, a gluténérzékenység tényleg létezik, tényleg növekszik az előfordulási gyakoriság, és a gluténérzékenységet egyébként nagyon fontos hír, úgy lehet orvosilag kimutatni, ha valaki nem glutén, még nem tartja a diétát. Tehát a legnagyobb baj az, hogy a beteg eldönti, hogy ő gluténérzékeny, elkezd rá diétázni, és akkor majd fél egy év múlva elmegy orvoshoz, amikor már a diagnosztikus tesztek negatívak. Igen. Tudnék, a gluténérzékenység egyébként, a típusos gluténérzékenység is diéta mellett meggyógyul. Tehát fél év után már nem lehet diagnosztizálni. Magyarul, ha mégis fölmerül saját magunkról az internet alapján, hogy talán gluténérzékenyek vagyunk, akkor érdemes ezt kivizsgáltatni, aminek egyébként két alapvető lába vagy bázisa van. Az egyik egy szerológiai vizsgálat, tehát egy vérvétel,
ahol két olyan eléggé specifikus a markert lehet megnézni, ami szerológiailag bizonyítja a gluténérzékenységet. Ez egyébként az EMA és a TTG. A másik oldalon pedig a bél boholy struktúráját, a vékonybél boholy struktúráját lehet biopsziával, tehát gyomortükrözés kapcsán egy szövettani mintavétellel, esetleg kapszula vizsgálattal bizonyítani, hogy ott atrófiás a vékony bélbe ez a boholy szerkezet. Hogyha ez a szövettani verifikáció, tehát a szövettani eredmény és a vérvétel egybehangzóan azt állítja a betegről, hogy ő gluténérzékeny, ez azért fontos, mert akkor egész életében szigorú gluténmentes diétát kell tartson, hiszen a gluténérzékenységből nem lehet meggyógyulni. Vannak olyan betegek, akik egyébként azt gondolják magukról, hogy gluténérzékenyek, mert gluténmentes tápanyagok, gluténmentes diéta esetén jobban vannak, tehát enyhülnek az emésztőszervi tüneteik, és ugyanakkor ezek a vizsgálatok negatívak. Ekkor a beteget nem szoktuk azt mondani, hogy hát maga csak egyen nyugodtan a glutént, hanem azt szoktam tanácsolni. Egyébként ez van is ilyen entitás, tehát van nem glutén-szenzitív, glutén vagy egyáltalán liszt érzékenység, amikor tulajdonképpen ennek a mechanizmusa nem pontosan tisztázott, de ez a lényeg, hogy a gluténmentes vagy lisztmentes diéta mellett jobban van a beteg, és ekkor ezt érdemes tartani. Feltehetően itt valami más ételallergiás komponens van, és nem a glutén ellen van, hanem a liszt ellen, a fehér liszt ellen. Aha. De ezzel együtt ezek a betegek gluténmentes diétán vagy lisztmentes diétán jól vannak, akkor ezt kell tartani. Aha. A másik, direkt nem fogok cégnevet mondani meg semmit, van rengeteg teszt már, amit végeznek, ugye különböző. És maradjunk itt azért, mert Vörösmarty Rádióban is elég sokat témázunk erről, ételekről, táplálkozásról, és nagyon sok hallgató beszámolt arra, hogy igen, léteznek olyan tesztek, amik 7 millió féle, nem tudom, összetevőre, élelmiszerre megmondják, hogy érzékeny, nem érzékeny, és többször elmondják, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy van olyan ember, aki tej, tojás, gluténszója, hüvelyesek, rizs, kukorica, tehát mindenre elképesztő szenzitivitást mutat az ilyen tesztekben. Az ilyen valós dolog, tényleg van-e, aki ennyi mindenre érzékeny, vagy azért ezeket kezeljük fenntartásokkal? Egy kicsit én fenntartásokkal kezelem, meg a szakma is. Valóban az ételallergia, a gluténérzékenység mellett maga az ételallergia is egy létező gastroenterológiai betegség és entitás. Ennek megvannak megint a tüneti, szövettani, illetve laboratóriumi jellemzői, de a labor vizsgálatokban azért van egyfajta abúzus. Nyilván ez egyfajta üzlet is a labor diagnosztikai cégeknek, és nagyon sokfajta teszt létezik a praxisban, amelyek egy része nem feltétlenül bizonyítja azt, hogy az adott beteg étel allergiás. Egyébként a nem étel allergiás jellegű intolerancia vizsgálatok, ezek szakmailag nem annyira bizonyítottak, illetve ezeknek a pozitivitása nem feltétlenül azt jelenti, hogy azt a étrendfajtát ki kell hagyni a diétából. Ezt jobb egyébként dietetikussal vagy étel allergiával foglalkozó szakemberrel megbeszélni. Na most beszéljünk egy picikét rólad. Én azt gondolom tényleg, hogy szakmai életedet nagyon sokan tudják, nagyon sokan ismerik, de mint magánember nem sokan ismernek. Mi az, amit érdemes tudni rólad? Gyermekkorodat hol töltötted itt? Fehérváron vagy máshol? Én Szegeden születtem, és ott is végeztem az egyetemet, tehát a tanulmányomat Szegeden töltöttem, és utána Szegeden helyezkedtem el. Először meglepő módon izotóp diagnosztikai szakvizsgát szereztem. Egy nukleáris medicina laborban dolgoztam, ami egyébként a CT-hez, MR-hez hasonló képalkotó diagnosztika, csak 30 évvel hamarabb volt, mint ezek a modern eljárások. Aztán utána kerültem a belgyógyászati klinikára, lettem belgyógyász, aztán gasztroenterológus, elkezdtem klinikai kutatásokat, és 2004-ben kerültem Székesfehérvárra, akkor a belgyógyászati osztály főorvosa üres nyugdíjazás miatt megüresedett, és ezt a pozíciót töltöttem be. Csingár Antal főigazgató hívott még annak idején ide, és hát pillanatok alatt átköltöztünk Fehérvárra, és fehérváriak lettünk. Ezt azért mondom, hogy azok lettünk, mert mi nem utazgatunk vissza a Szegedre, meg mindenhol, hanem itt élünk, itt lakunk, és szeretjük a várost, így van, és a környéket is nagyon szeretjük, nagyon sokat kirándulunk. Nekem ugye elég egész gyerekkoromtól a víz
vízisportok szerelmese vagyok, úgyhogy ami a vízzel kapcsolatos sport, azt én mindig imádtam. Szegeden kezdetben eveztem, aztán kajakoztam, itt a Velencei tóra szoktam lejárni, úgyhogy az ottaniak ismernek, hogy minden délután este ott a versenykajakba beülök, és egy kicsit a hódulok a sportnak. Az időjárás persze engedi. Persze. Jó sport, jó nehéz sport egyébként, persze, szóval oda azért kell állóképesség. Családról mit lehet tudni egyébként? Én elváltam, második feleségemmel élek, két első házasságámból két gyermekem van, 27, illetve 30 évesek. A lányom az idősebb, ő biológus lett, és egy kicsit folytatta ezt a kutató munkát, ő Szegeden az egyetemen dolgozik most is, és hasnyálmirigy sejtszintű kutatással foglalkozik. A fiam közgazdász lett, ő Budapesten él, és a marketinggel és a közgazdaságtannal foglalkozik. Hát akkor mind a ketten nagyon-nagyon szép karriert előtt állnak, de mind a ketten nagyon szép karriert kezdenek maguknak építeni. Szerencsét meg volt a példa, én azt gondolom egyébként, ugyanúgy, mint előtted is, úgy említetted a szülőket. Te is nagyon-nagyon szép karriert, és meg nagyon sok minden előtted van, én azt gondolom, és a gyerekek is ugye most kezdték ezt el. Hogy tudsz kikapcsolni, mert emberekkel foglalkozol, rengeteget dolgozol, ugye az orvosi szakma ez egy olyan dolog, hogyha tényleg ott akarsz maradni, akkor folyamatosan fejlődni kell, rengeteg újdonság lát, mondjuk így hetente napvilágot, és mondjuk többször át is írja a szakmát, amit eddig gondoltunk róla, teljesen más lett az új kutatás szerint. Tehát itt tanulni kell, és nyilván ott kell lenni az embernek folyamatosan. Hogy lehet kikapcsolni? De tulajdonképpen egy kicsit nekem ez a tanulás, oktatás, képzés, kutatás, ez hobbi. Tehát amikor hazamegyek, vagy hétvége van, akkor sem feltétlenül a családdal, sajnos nem a családdal, vagy pihenéssel töltöm az időt, hanem vagy egy előadásra készülök, vagy cikket írok, vagy könyvet írok, és ez sajnos itt van, így van 30 éve, tehát de viszont ezzel a képzést, saját magam továbbképzését, meg a szakmai színvonaltartását ugye el tudom végezni. Kikapcsolni leginkább, azt szoktam mondani, hogy leginkább egy lakatlan szigeten tudnék, mint minden orvos. Tehát ugye nyilván az emberekkel való folyamatos foglalkozás és kommunikáció azt hozza, hogy amikor végre hazamegyek, akkor végre csönd legyen, ne szóljon hozzám senki, és nyilván a pihenési időszakok, meg a nyaralási időszakok is főleg olyan helyeken telnek, ahol kevés ember van, ahol lehet relaxálni, és lehet akár a víznek, akár a hónak, mert a másik hobbim a síelés, tehát hogy valami fajta természet lágyülén lenni, és kevésbé dolgozni, és részt venni a körforgásban. Síelésre vigyázz, mert nagyon-nagyon veszélyes. Igen, hát én 3 éves korom óta síelek, és nagyon óvatos fiú vagyok. Nem volt még semmi? Eddig még nem volt semmi, úgyhogy igyekszem ezt fönntartani. Kevesen tudják magukról elmondani egyébként, hogy ne történt volna bármilyen síbaleset. Lassan-lassan itt a műsoridő vége, nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, és rengeteg kérdéssel lennék, akár a szakma, akár pedig magánélet kapcsán. Beszéljünk a jövőről. Van-e még valami nagy terv, vágy, amit el szeretné jövőn, akár szakmailag, magánéletileg érni, amire úgy nagyon-nagyon vágynál esetlegesen? Hát tervekkel mindig tele vagyok, folyamatosan tervezek, és igazán akár a kutatásba, akár a vállalkozásba, akár a családba mindig 5 évvel előre gondolkodom, és élek, és tervezek. Inkább azt hoznám föl, hogy maga a gasztroenterológia, mint ilyen záró gondolatként milyen tervek előtt áll, mert közel 20 éve próbálja a gasztroenterológiai szakma és a vezetőség elérni, hogy Magyarországon valami fajta tápcsatornás szűrőprogram elinduljon, ugye a tüdőszűrés, a nőgyógyászati szűrés, emlőszűrés, stb. Mellett, és úgy tűnik, hogy 2018-ban 50-65 év közötti populációban, embertársainknál elindulna egy tápcsatornás szűrőprogram elsősorban székletvér alapon, ami azt jelentené, hogy a mikroszkópikus mennyiségű vért lehetne meghatározni a székletben, és ez
tulajdonképpen teljes Magyarországra vonatkozna első körben, első évben azoknál a családorvosoknál, akik önkéntesen jelentkeznek erre a szülésprogramra, aztán következő évben már általánosan mindenkire vonatkozna, és én csak szeretném bátorítani a nézőket meg a hallgatóságot, hogyha kapnak ilyen szűrő felszólítást, akkor menjenek el, illetve adjanak mintát ezekre a vizsgálatokra, mert ezzel nagyon komoly bajokat, betegséget lehetne megelőzni, és mindig azért nem szoktunk ezekbe részrevenni, hogy hát ha pozitív, és hát ha baj lesz, és hát ha akkor el kell menni vizsgálatokra, de maga a vizsgálat, a korszerű endoszkópia, különösen bódításban, vagy ilyen felszínes altatásban nem megterhelő, és nem fájdalmas a beteg számára, viszont nagyon hamar kimutathat olyan betegséget, mint egy polip, amit, hogyha endoszkópusan eltávolítunk, akkor a beteg örökre megmenekült a vastagbéldaganattól. Tehát szeretném bátorítani a nézőt, hogy vegyenek részt ezeken a szűrőprogramokon, mert az ő érdekükben történik. Ez egy nagyon szép végszó volt, köszönöm szépen, és egy élmény volt beszélgetni veled. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, és tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.